Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének, illetve Rákosmente Közösségi Lámpásainak programjairól lesz szó. A témával kapcsolatosan vendégeim Mészáros Ágnes, a VGK alelnöke és Krajné Faragó Zsuzsa közösségi civil szervező. Köszöntöm Önöket a műsorban! Mi is köszönjük a meghívást! Elsőként is, Ágnes, arra kérném, hogy beszéljünk arról, hogy ugyebár az Egyesület évek óta szervez különböző szabadidős, illetve kulturális programokat, mely kezdeményezéseknek köszönhetően valósulhatnak meg ezek az események? Egyesületünk 2004-ben alakult, és 2013 óta működik a úgymond a közösség lámpásai mentori hálózat. Rákosmentén is elsők között kezdett el működni ez a fajta úgymond szolgáltatásunk a tagság felé, úgyhogy ez évben, tizedik évi szülinapot fogják ünnepelni a Zsuzsáék. Legfőképpen a helyi önkormányzatokat keressük meg. A Rákosmenti önkormányzat mindig nagyon támogatóan állt felénk, és elsőként, amikor megkerestük őket, rögtön igent mondtak, indulhattunk a pályázatokon, úgyhogy nagyon-nagyon nagy támogatást élvezünk a részükről. És ugye említette a pályázatokat, milyen vagy mely szervezetekhez pályáznak? Mi mindenhova pályázunk, nagyon-nagyon sokféle pályázatot írnak ki, és keressük a lehetőséget, hogy mivel tudjuk még megtámogatni ezt a fajta mentori hálózatot. Évek óta, 18 óta a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez, röviden NSZI-ként emlegetném, évek óta sikeresen pályázunk. Ennek a pályázatnak mindig más-más a fő témája. Volt olyan év, amikor a narrációt támogatták főleg, akkor a honlapunkon még egyébként most is nyomon követhető 50-60 festmény, szobor, épület narrációja megtekinthető. Volt olyan, hogy a sport volt a fontos, akkor olyan sportokat mutathattunk, bepróbálhattak ki a tagjaink, amit látássérültként tudnak végezni. És most ez évben, illetve tavaly pályáztunk, de ez évben van a megvalósítás, a programok és a kulturális szabadidős tevékenységet tudjuk ezzel megtámogatni. És milyen feladatokat kell megoldaniuk a pályázat során? Az NSZI mindig egy erős kritériumrendszer szerint van az elszámolás is, indikátorokat állítanak fel, amit nekünk teljesíteni kell azáltal, hogy pályázunk. Ez évben, csak így röviden számokba elmondanám, hogy vállaltunk 60 online bejelentkezést, ugye mi 20 kerületben dolgozunk, meg tudtuk ezt valósítani. Vállaltunk minimum 15 program színház szabadidős foglalkozás megszervezését, illetve vállaltunk 15 saját riportot, ezek is még augusztusig megvalósíthatóak, és egy zárórendezvény lesz az esemény végén, illetve 6 média megjelenés. És Zsuzsa, itt a 17. kerületben milyen program valósult meg eddig a pályázat keretében? Eddig egy pályázatunk valósult meg, egy audionarrált előadáson vettünk részt a Pesti Magyar Színházban. Ezen a rendezvényen 16 tagunk vett részt, és egyébként is nagyon érdekesek ezek az audionarrált előadások, mert lehetőség van arra, hogy színpadi bejárás is megtörténjen, akkor a tagjaink bemehetnek a színpadra, megtapogathatják a díszleteket, megismerkedhetnek a színészekkel, és ezután kerül sor arra, hogy mindenki megkapja az úgynevezett kis füleskéjét, és azon keresztül hallja az audionarrációt, ami arról szól, hogy azokban az esetekben, amikor nem történik párbeszéd a színpadon, akkor az audionarrátor tulajdonképpen elmondja, hogy mi történik a színpadon. Tehát természetesen azért olyan előadásokat szoktunk választani, musicaleket, mint ahogy a Valahol Európában című musical is, amin részt vettünk.
ez is olyan, hogy könnyen követhető és zenés darab. És még hadd mondjam el, hogy az az érdekessége volt ennek az audionarrációs programnak, hogy 2020 márciusában terveztük, hogy elmegyünk erre az előadásra és megnézzük, viszont a Covid akkor közbeszólt, és le kellett mondjuk az előadásunkat, illetve a részvételünket az előadáson, és most 3 évvel utána sikerült ezt megvalósítani. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ez így sikerült. És ugye említette, hogy a tagok közül szép számmal részt vettek ezen az előadáson. Milyen visszajelzések érkeztek a tagok részéről? Nagyon szeretik az audionarrált előadásokat, és azért is örülök, hogy ezt elmondhattuk, mert úgy gondolják sokan az épp látók közül, hogy ugyan látássérültek járnak színházba. Tehát igen, járunk színházba, és nagyon szerették, és tervezünk még hasonló programokat. Narrált cirkuszi előadásokon is vettünk már részt, azon is nagyon szép számmal vettek részt a tagjaink, úgyhogy ez látóknak is mindig nagyon érdekes, amikor lehetőségünk van arra, hogy bemenjünk a manézsra vagy a színpadra. Ez nem adatik meg mindenkinek. És Ágnes, a pályázaton belül megvalósuló programok szervezésénél hogyan mérték fel a tagság igényét, hogyan történt a programok elosztása? Januárban ezzel kezdtük a munkát. A közösségi civil szervezőkkel kitaláltunk úgymond egy igényfelmérő lapot, amely anonim volt egyébként, és az volt a feladatuk a szervezőknek, hogy akár segítsenek kézzel kitölteni, akár elektronikus úton, de hogy ez a január 31-ig érkezzenek vissza. És volt egy olyan kérdés, ahol konkrétumokat jelöltünk meg, hogy melyik múzeum, melyik szabadtéri program legyen, és ez alapján válogattuk össze. Egyébként több lett, mint 15, szerintem 18 lesz így a végére. Volt más színház is, szintén a narrált előadást preferálták a vendégek, a Pince Színházba, Szikla Kórházba voltak, voltak a Nagykőrösi Safari és Élményparkban, voltak Biblia Múzeumban, a Bazilikát nézték meg, volt a Terrorházába szervezve program, úgyhogy nagyon-nagyon változatos. És milyen visszajelzések érkeztek így összességében a programok kapcsán? Én azt hallottam, vagy én is részt szoktam venni ezeken a kirándulásokon, úgyhogy tapasztalom is, és el is mondják. Nagyon örülnek annak, hogy mi szervezzük meg ezt az egész történetet. Ők nekik csak oda kell érkezni a találkozó helyszínére. Meg van szervezve nekik akár önkéntesek által a kísérés, ami sok esetben gond, hogy tud oda jutni. Egy-egy programon meg tudjuk őket vendégelni akár egy pizzaebéddel, akár egy fagyizóval, sütivel, fagyival, kávéval. Ezt is nagyon szokták szeretni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát mindenféle korosztály képviselteti magát egyébként ezeken a programokon. És ahogy korábban elhangzott, ugye online bejelentkezések is voltak. Az ilyen online bejelentkezések alkalmával milyen témák kerülnek szóba? Minden, ami a tagokat érdekli, akár a pályázatainkkal kapcsolatban, akár segédeszközökkel kapcsolatban. Van egy láthatárboltunk, akik segédeszközöket tudnak biztosítani látássérülteknek, illetve hát mindig az évszakhoz kapcsolódóan, a jeles napokhoz kapcsolódóan van mindig egy-egy program. Így most példaképpen márciusban meghívtuk az egyesület egyik munkatársát, aki informatikus egyébként, és a hangos könyvtár alkalmazást mutatta be a tagoknak, és ilyen módon akkor tájékoztatást kaptak erről, hogy hogyan működik ez a szolgáltatás. Nagy örömmel vették. Áprilisban szintén egy kollégánkat hívtuk meg, egy lámpás kollégánkat, aki mellesleg lámpáskodása mellett író, költő, és az ő
műveiből olvasott fel néhány verset, novellát. Ez a költészet napjához kapcsolódott, április 11-éhez. Májusban pedig azt mondanám, hogy inkább egy lehetőségünk volt arra, hogy egy fotográfus, fényképész embert hívtunk meg, akinek a nagypapája a Donkanyarnál szolgált, és ifjabb Bernolák Béla elment ezekre a helyekre, ahol a nagypapája orvosként dolgozott, és erről tartott egy élménybeszámolót. Ez egyébként egy másik lámpás klubban is program volt, de nagyon szerettük volna a mieinknek is ezt elhozni. És Ágnes, miért fontos az, hogy ezek a lehetőségek, illetve ezek a pályázatok a jövőben is folytatódjanak, és így ugye ezáltal a látássérültek számára minél több lehetőség nyíljon a kimozdulásra, a szabadidős programokra? Így, ahogy mondod, hogyha valaki látássérült, vagy vele született, vagy szerzett, előbb-utóbb hajlamos elszigetelődni. Pont azért, mert a szemünkön keresztül kapjuk a 70-80%-át az információnak. Ha idősebb és már nem tud lépést tartani a informatikai eszközökkel, lehetőségekkel, akkor igen, elmarad. És mi úgymond próbálunk a szervezőkön át egy hidat létrehozni a tagság és az egyesület között, és mi odavinni nekik, helybe vinni nekik az információt, segíteni nekik akár kitöltésben, kimondom kísérésben a támogató szolgálat által. Szóval nagyon fontosak ezek a lehetőségek, és abba bízunk, hogy mindig figyeljük a kiírást, és amint lehetőségünk lesz, akkor újra pályázni fogunk. És a jövőben, akár hogyha a közeljövőt nézzük, vagy a távoli jövőt, így egyesületi szinten milyen programokra készülnek még, hogyha néhányat így beszélgetésünk végén meg tudunk említeni? Azt tudni kell, hogy október a látás hónapja, és ezen belül az október 15 a fehér bot napja, és ekkor nekünk ez egy elég fontos ünnep, és nem azért, mert a fehér botot ünnepeljük, hanem ilyenkor van lehetőségünk még jobban felhívni a társadalom figyelmét, hogy jöjjenek segíteni nekünk, merjenek odajönni, hogyan segítsenek. Ilyenkor gálaműsorokat szoktunk szervezni épp és látássérült előadóművészekkel. Ilyen lesz Rákos mentén is, azt hiszem. Zsuzsa, erősíts meg, hogy... Igen, október 13-án lesz a Fehér Bot napi ünnepségünk, amire látássérülteket és a kísérőiket várjuk. Most szerveződik a programunk integrált fellépőkkel, és természetesen a Rákos mentetévét is szeretettel várjuk. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy eljöttek hozzánk. Én további jó munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt már az Egészség mentén. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!